A Körösaránya Népfőiskola második alkalmához érkeztünk el, és szeretettel köszöntöm Kardos Károly polgármester urat, Unóka Péter képviselő urat. Jó napot kívánok! Útban van Szarvas József az egyik előadónk, aki a Tündérkert mozgalomról fog előadni, és köszöntöm előadóinkat, Hegyesi Szilárdot, ő hol van? Ott van hátul Hegyesi Szilárd, Kis Ferenc sajtkészítőt, és külön szeretettel köszöntöm Kiszel János és Zsuzsika nénit, a Népművészet Mesterét, a Körösaránya Díszítőművészeti Kör vezetőjét, a Körösaránya Fehér Hímzések című könyv szerzőjét is még hosszasan sorolhatnám. A Körösaránya Népfőiskola azt a küldetést vállalta föl, hogy tudatosítja a ladányi lakosokban, hogy nem csak az a fontos, hogy mennyi pénzt termelünk meg, hanem az is nagyon fontos, hogy mi lesz ennek a pénznek a sorsa, hogy ez a pénz azonnal kimegy a településről, vagy pedig itt köztünk kézről kézre jár. Azt szorgalmazzuk, hogy lakosként mi is hasonlóan gondolkozunk, mi már régóta az önkormányzat. Említettem, az első alkalommal elmondtam, hogy az önkormányzat lehetőleg kivitelezőként, beruházóként körösadányokat választ ki, és nekünk is az lenne a feladatunk, hogy lakosként mi is hasonlóan gondolkozzunk a pénzünkből ladányi termelőktől, ladányi kézművesektől vásároljunk. El kell mondanom azt is, hogy a Körösaradányi Népfőiskola létrejöttét a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat támogatja, szervezői a Békés Csabai Életfa Kulturális Alapítvány és a helyi Kultúrport Alapítvány. A mai nap programja különösen gazdag. Meg fogjuk nyitni a Körösaradányi Fehér Hímzések kiállítását, ezt már itt a sarokban láthatják, és emellett Körösaradányi Népdalokat fogunk meghallgatni. Előadást lesz a Kárpát-medence őshonos gyümölcsfáiról, a napenergiában működő aszalóról, a kézműves élelmiszerek jelentőségéről, végül a kézművesek munkáit, bemutatóját nézhetik meg. Éppen a gazdag program miatt kérem az előadóinkat, hogy lehetőleg tartsák az előre megbeszélt időpontot, hogy túl nagy csúszást ne legyen.